Sziasztok! A segítségnyújtásnak számtalan formája létezik, egyik például ezek közül, olyan információval rendelkezünk, amely a legtöbb ember számára nem érhető el, és ezt megpróbáljuk nekik használható és emészthető formában átadni. Nem véletlenül használtam az emészthető kifejezést, mert lehet pár perccel később néhányan bolondnak fognak tartani, de hát üsse kavics. Ahogy a címben is láthattátok, most az Alice csodaországban szindrómáról szeretnék beszélni, és az ezzel a betegséggel kapcsolatban megélt saját tapasztalataimat elmondani. Próbáltam keresgélni a magyar nyelvű tartalmak között, de vagy csak felületesen foglalkoztak ezzel a témával, vagy pedig külföldi tapasztalásokat fordítottak le, és abból írtak cikkeket. Idegen nyelvű tartalmakat szándékosan nem olvastam ebben a témában, hiszen nem mások történeteit szeretném elmesélni, hanem a saját tapasztalataimat bemutatni. Például elmondani azt, hogy egy egyszerű hétköznapi tárgy, mint mondjuk egy távirányító, hogyan tud problémát és ijegységet okozni. A történetet valószínűleg már mindannyian ismeritek, ki az eredeti, ki pedig valamelyik feldolgozás alapján. Szóval Alice, vagy magyarul Aliz, bemászik a nyúlüregbe, és ezután érdekesebbnél érdekesebb dolgok történnek vele. Azonban a filmeknek és a mesekönyveknek elsődleges szempontja a szórakoztatás, és nem pedig a valósághű ábrázolás. Nézzük akkor sorban. Ezt a betegséget először John Todd, brit pszichiáter fedezte fel és írta le 1955-ben. Ennek a betegségnek elszenvedői többféle érzékelési és észlelési problémával küzdenek. Előfordulhat például, hogy a körülöttük lévő tárgyak apró méretűvé zsugarodnak össze, amit mikropsziának hívnak, vagy éppen ellenkezőleg az érzékelt tárgyak saját maguk méretéhez képest többszörösére nőnek, ez pedig a makropszia. Ezeken felül felléphet még testtorzulás, időtorzulás, a tapintás érzékelésének megváltozása, tehát egy kemény felületet puhának fog érzékelni, illetve üldözési zavar. Az, hogy mi okozza pontosan ezt a betegséget, a tudósok sem tudják megmondani, azonban a lehetséges válaszok között szerepelnek a gyógyszerek, a drogok, az agydaganat, az epilepszia, a fejsérülés, a migrén, illetve a különböző vírusos fertőzések. Összességében ez a zavar egy átmeneti állapot, amelynek előfordulása gyerekkorban meglehetősen gyakori, amit később az idő múlásával a legtöbben kinőnek. És akkor most nézzük, hogy én hogyan éltem meg ezt az időszakot. Azt, hogy mikor kezdődött, pontosan nem tudom megmondani, de valahol 6 és 10 éves korom közé tudnám tenni ezt az időtartalmat. Tehát amikor éppen már vége lett az óvodának, és általános iskola alsó tagozat. Az, hogy a tüneteket nálam mi váltotta ki, azt nem tudom megmondani, de az akkori koromból kiindulva rögtön kizárhatjuk a gyógyszereket, a drogokat vagy az alkoholt, illetve migrénre, agydaganatra és epilepsziára utaló jelek sem voltak. A gyerekkornak ebben a szakaszában előforduló leggyakoribb tényező azonban a stressz lehet, ami gyakorlatilag mindenki válthat. Például önmagában az, ha iskolába kell menni, az óvodai, iskolai bántalmazások, otthon elejtett egy-két hangos szó, egy vállás, bármi okozhat stresszes körülményeket. Az említett érzékelési zavarok közül nálam több is előfordult. Ilyen volt például egy egyszerű szombati napon, néztem a tévét, és a tévének a mérete egyik pillanatról a másikra a többszörösére változott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak a tévé maga. Hiába néztem mellé az ajtóra, vagy a másik irányba a szekrényre, kizárólag csak a tévének a mérete volt sokkal nagyobb az eredeti állapotánál. Vagy egy másik alkalommal éppen ennek az ellenkezője történt, a már említett távirányítóval kapcsolatban. Néztem a tévét, megfogtam a távirányítót, és az lényegesen kisebb volt az eredeti méreténél. Tehát ugyanúgy fogtam a kezemben, minden tökéletes volt, kivétel a távirányítónak a mérete. Ehhez hasonló eset volt egy másik is, amikor bementem a szobába, és a csillár búrájának a mérete változott meg. Meg is kérdeztem anyát, hogy ez mindig is ilyen kicsi volt-e. Nyilván nem értette, hogy miről beszélek. Ekkor én tenyérnyi méretűnek érzékeltem, és semmi más probléma nem volt vele, egész egyszerűen csak a mérete sokkal kisebb volt a szokásosnál. És ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor egy nagyítót tartunk a szemünk elé, és forgunk körbe a lakásba, és azt nézzük, hogy hogyan változnak a tárgyaknak a méretei. Esetemben az adott pillanatban kizárólag egyetlen tájra koncentrálódott ez a dolog. Tehát az említett tévés példánál kimentem a konyhába, pár perc eltelt, visszamentem, leültem a tévé elé, és az ugyanúgy óriási méretben volt érzékelhető a számomra. A videó készítése előtt többször is végig gondoltam, hogy miket fogok mondani, de még így is nagyon furcsa erről beszélni, és egészen hihetetlennek tűnik. De hát az emberi agy fantasztikus dolgokra képes.
És így szeretném kiemelni az érzékelés kifejezést, ugyanis minden a valóságban történik, csak a látott kép másként jut el az agyadhoz, és a méretek és a távolságok nem egyeznek a valósággal. Tehát ez egyáltalán nem olyan, mint amikor mondjuk napszúrás kap az ember, vagy agyrázkódása van, vagy lázálom gyötri. Pláne nem olyan, mint amikor halucinál. Halucináció esetén ugyanis olyan tárgyak és személyek is képbe kerülhetek, akik a valóságban nincsenek ott, de mégis látja őket az adott személy. Az Alice Csodaországban szindrómánál viszont minden a valóságban történik. Találtam egy rövid videót, amely elég jól szemlélteti, hogy mi is történik valójában. Ezt fogom most bemutatni. De nem csak a tárgyak mérete változhat, hanem ugyanúgy a személyek mérete is. Egyik alkalommal például előfordult, hogy a családomnak több tagja is itthon volt, kijöttem hozzájuk, és éppenséggel akkor a fejüknek a mérete volt sokkal nagyobb az eredetinél. Egy következő alkalomnál pedig már nem csak a fejük mérete, hanem a teljes testük mérete is ugyanolyan arányban változott. A következő zavar, ami nálam is jelentkezett, az a távolságok érzékelése volt. Tehát például az említett tévés esetben volt olyan, hogy karnyújtásnyira éreztem a tévét, holott az 4 méterre volt tőlem. Vagy egy másik szituációban, amikor kinyújtottam a karomat, belenéztem a tenyerembe, és úgy tűnt, mintha 3-4 méterre lenne tőlem. Ugyanúgy meg tudtam fogni, közel tudtam hozni, természetesen karnyújtásnyira volt, csak a távolság érzékelése nem volt megfelelő. Az ötödik ilyen zavar, amiről be tudok számolni, az pedig az volt, amikor a saját testemnek a mérete változott. Adott szituáció, ültem a kanapén, lenéztem a lábaimra, és egészen picit töpörödött lábakat láttam. Ugyanúgy le tudtam ugrani a kanapéról, fel tudtam mászni, tehát nem lezuhantam, mert nem lettem valójában kisebb, csak egész egyszerűen az érzékelés ilyen kis töpörödött lábakat adott. Ezek a zavarok nálam különösebb ijegységet nem okoztak szerencsére. Azt nem értettem, hogy mi történik, azt nem értettem, hogy miért történik, azt viszont tudtam, hogy a tárgyak és emberek mérete az nem ekkora a valóságban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más gyerekeknél nem okozna ijegységet vagy rémületet. Mik lehetnek azok a jelek, amik árulkodóak lehetnek? Ha egy adott esetben nagyon koncentráltan, feszülten, csak maga elé néz, és nem mer szétnézni a környezetére, esetleg még a szemét is becsukja, érdemes megkérdezni, hogy mi történik most vele pontosan, mi az, amit lát. Vagy ha a szüleire, családtagjaira néz a gyerek, és megijed tőlük, és még talán mondja is, hogy túl nagyok vagytok, vagy túl nagy a fejetek, érdemes megkérdezni, hogy hányszor látja ezt. De az is előfordulhat, hogy nem ijed meg tőle, hanem viccesnek találja, tehát nevetés közben fogja azt mondani, hogy anya, milyen óriási a fejed. És ha ez többször előfordul, akkor már lehet gyanakodni, hogy valami más lát, mint a valóság. Az egyes zavarok időbeli lefolyása eltérő lehet más és más embernél. Van, akinek csak pár percig tart, lehetnek, akiknek néhány napig is eltarthat, illetve hetekig is elhúzódhat egy-egy fázis. Az én esetemben szerencsére 20-30 percnél egyik sem tartott tovább. Az utolsó ilyen érzékelésem sokkal több, mint 20 évvel ezelőtt volt. Az volt az utolsó, egész egyszerűen elmúlt, kinőttem belőle, ahogy a nagykönyvben is meg van írva, és azóta sem fordult elő egyszer sem. Egy dolog volt azonban, ami egy-két évvel tovább maradt velem, az pedig az üldözési mánia vagy üldözési zavar. És itt nem azt a szituációt kell elképzelni, amin szinte minden ember átesik, hogy éjszaka sétál az utcán egyedül, és úgy érzi, hogy valaki figyeli, vagy valaki követi, és ettől megijed és hazaszalad. Ebben az esetben ez nappal is előfordul, és esetemben bizony előfordult, hogy fényes nappal az iskolából is hazarohantam. Ezeknek a zavaroknak a diagnosztizálása egyáltalán nem könnyű, abból kiindulva, hogy egy rémült gyerek valószínűleg nem fog erről beszélni, viszont érdemes odafigyelni rájuk, és sokkal inkább megelőzni a bajt, és gondolok itt arra, hogy stresszmentes környezetet kialakítani. Abban az időben, amikor ez velem történt, és nekem sem édesanyámnak nem volt könnyű dolga, hiszen hiába mondtam neki, sok mindent nem tudott vele kezdeni. 90-es évek közepe, 90-es évek végéről beszélünk, ahol ugyanis nemhogy internet nem volt minden házban, de még számítógép sem. Talán nem úgy, mint a mai világban, ahol mindenki előveszi az okostelefonját, beüt egy kifejezés és 10 millió találatot talál rá, abban az időben ez sem volt. Én is csak nemrég tudtam meg, hogy amit abban az időben át kellett éljek, annak valójában neve is van. Úgy 2 évvel ezelőtt, amikor a YouTube-ot böngészgettem, egy Tourette-szindrómás hölgyet dobott elém kínálatba. Megnéztem ezt a videót, rendkívül érdekesnek találtam, és tűzetesebben is utána néztem.
Ezután következett az, hogy kíváncsi voltam, milyen szindrómák vannak még, beütöttem hát a Google-be, mivel ABC sorrendben sorolta nekem, az első az Alice Csodaországban szindróma volt, és amikor elolvastam, akkor tudatos volt bennem, hogy ez mind velem megtörtént. Remélem sokaknak tudtam új információval szolgálni, és hogyha esetleg veletek is megtörtént volna, vagy tudtok olyat, akivel megtörtént, ezt nyugodtan írjátok be a videó alá kommentben, mindenképpen el fogom olvasni, nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, sziasztok!